Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Egy konkrét, részben a választókerületenhez kapcsolódó esettanulmány keretében szeretném bemutatni, hogy március 1-től hogyan nem működik, vagy milyen tragikusan működik Magyarországon az ügyeleti ellátás. Amiről beszélni fogok, az nem csak Csengersima, Szamos-Tatárfalva, Szamosbecs, Szamosangyalos, Komlót-Tódfalu, Csenger, Csengerújfalu, Ura, Pátyod, Porcsalm és Tyukod településekre, és ezen kívül még 15 a Fehérgyarmati járáshoz tartozó településre vonatkozik, hanem túlzás nélkül kijelenthetem, hogy országos problémával állunk szemben. 2023. február 28-áig ebben az ellátotti körzetben a 768 órájából 168 órán keresztül biztosított volt a házi orvosi ellátással és az ügyeleti ellátással együtt az orvosi ellátás és az orvosi felügyelet. Március 1-től a helyzet a következőre változott. Reggel 8 órától 16 óráig van házi orvosi ellátás munkanapokon, 16 órától 22 óráig van ügyelet, 22 órától másnap reggel 8 óráig pedig egyetlen egy mentőautó látja el 26 település 30 ezer betegét vagy 30 ezer állampolgárát. Hétvégén még rosszabb a helyzet, hétvégén munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig áll rendelkezésre ügyelet, 14 órától másnap reggel 8 óráig pedig semmi nincs, ennek az egy mentőautónak a kivételével. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez azt jelenti, hogy a 768 órájából mindössze 86 órán keresztül biztosított az ellátás, ami azt jelenti, hogy a 51% esetében semmilyen ellátás nincs, egy mentőautón kívül egy ekkora ellátotti körzetben. Nem nehéz tehát belátni, hogy ezen sürgősen, azonnal változtatni kell. És hogy miért pont a csengeri ellátotti körzetet hoztam szóba, nem csak azért, mert van bennem egy természetes elfogultság a szülővárosom iránt, hanem azért, tisztelt hölgyeim és uraim, mert itt a legjobból sikerült elérni a legrosszabbat. Ugyanis az igaz, hogy ebben a körzetben házi orvosi kategóriában 4 üres álláshely van, de az ügyeleti rendszerre 8 orvos írta alá az ellátási szerződést, 8 orvossal áll a csengeri járás most is szerződéses jogviszonyban, ebből a 8 orvosból 6 a járás területén, 2 a Fehérgyarmati járás területén lakik, tehát földrajzilag közel laknak mind a 8-an, és gond nélkül ki tudják adni a 24 órás, vagy a 168 órából a 168 órának megfelelő ellátást. Érthetetlen, hogy miért robbantották szét azt, ami hosszú éveken keresztül viszonylag precízen működött. Február 28-áig volt orvosügyeleti autó, március 1-e óta már az sincs. A másik nagy probléma pedig a mentőellátás kérdése, amelyet itt is föl kell hozni, és biztos vagyok benne, hogy amit a mentőellátás kapcsán mondani fogok, az szintén az országnak valamennyi, vagy majdnem valamennyi járására, vagy ellátotti körzetére igaz. 2 darab mentőautó van összesen, de általában csak egy tud szolgálatot teljesíteni. Alapvető betegrögzítő eszközök. Húzósinek, a törött végtagok rögzítése szükséges vákumágyak. Betegfigyelő monitorok hiányoznak. Közel egy évtizedesek a defibrillátorok. Azt mondják meg nekem, hogy egy ilyen elidősödő társadalom mellett, ilyen egészségügyi állapotban lévő közösségek mellett, ilyen ügyeleti rendszerben, ilyen mentőellátás mellett hogyan lehet bármilyen érdemi javulást várni. Úgyhogy én arra kérném önöket nagy tisztelettel a kompromisszum keresés jegyében, hogy mind az ügyeleti rendszeren változtassanak, állítsák vissza az eredeti állapotot. In integrum restitúcióval kell élni ebben az esetben. Nagyon egyszerű, hiszen a megfelelő szakszemélyzet ehhez, ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, rendelkezésre áll. Nem kell tenni semmit, csak hagyni a szatmár embereket megszervezni a saját életüket, és ez egy minimális segítséget nyújtani. A mentő ellátás keretében viszont azonnali segítségre számít a körzet, egyrészt a 2 mentőautó profi felszerelése érdekében, másrészt pedig a 30 éve ígérgetett rohamkocsi biztosítása érdekében, hiszen 26 település, 30 ezer ellátottja minimum megérdemel ennyit. A legközelebbi rohammentő és a legközelebbi fekvőbeteg ellátás a 35 km-re található Mátészalkán és Fehérgyarmaton lelhető föl. Annyit szeretnék önöknek mondani, plusz egy extra érvként, hogy egy picit az empátia, a politikai empátia, ha létezik ilyen egyáltalán, empátia egyében gondolják végig, hogy annak idén az MSZP-SZDSZ kormányok alakítottak volna ki ilyen ellátási rendszert, ilyen ügyeleti rendszert és ilyen mentőellátást,
akkor önöknek vajon mi lett volna erre a reakciója ellenzékből? Hát valószínűleg országos tüntetés sorozatokat szerveztek volna, és ordinári hazárlásban idebeket kiáltottak volna ki. Nem kérünk mást, csak egyrészt az eredeti állapot helyreállítását, és azt, amit ez a térség már nagyon régóta megérdemel, fejlesztést és egy rohammentő ellátást minimum. Köszönöm szépen, várom államtitkár úr mellébeszéléséktől mentes érdemi válaszát. Köszönöm. Kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr válaszol, parancsoljon ön ilyen szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Engedje meg, hogy pontról pontra cáfoljam az ön által elmondottakat, és most a változások kedvéért hátulról előrefele cáfolom mindazt, amit ön elmondott. Először is, ami a mentőszolgálatot és a felszerelést illeti. Húzósín és medencőv csere történt 2-3 éven belül mindkét autón. Ez az állítása tehát önnek nem volt valós. Kicserélésre került a lélegeztetéshez szükséges ambuballon. Ez sem volt tehát valós. Orvosításka, defibrillátor szintén kicserélésre került. És ha országosan ön is megnézi, 2010-11 környékén 8 év körül volt, és 8 év fölött volt a mentőautóknak az átlag életkora, most pedig 5 év környékén van a mentők átlag életkora, tehát helyben a felszereltség, és országosan is, és helyben is pedig az autóknak az átlag életkora csökkent, ezáltal biztonságosabb az ellátás. Ami az ügyeleti rendszert illeti, miért kellett foglalkozni az ügyeleti rendszerrel? Talán ön is találkozott sokakkal az elmúlt években, és még az orvosi kamara leveleiben is, kommunikében is előfordult, hogy ők is szeretnék, hogyha az ügyeleti rendszer biztonságosabbá válna, ugyanis ahány ház, annyi szokás, ahány település, annyiféle megoldás volt, ahol a házi orvos látta, volt, ahol a KFT látta el ezt a feladatot, volt, ahol jól működött és fölvették a telefont, volt, ahol nem vették fel a telefont, az egyiket fölvették, másikat nem vették föl, volt, ahol orvosi végzettségű személy volt a telefonnal végén, volt, ahol egy sima adminisztratív munkakört betöltő embert értek el a vonal végén. Úgyhogy nagyon-nagyon heterogén volt, és az esetek nagy részében nagyon sok panasz volt azzal kapcsolatban, hogy nem működik elég jól ügyeleti időben az ellátás. Mi történt azóta? A rendszert ön is ismertette, hogy hétköznaponként 18-16 óráig van ugye a normál házi orvosi ellátás, utána pedig házi orvosi ügyelet, és hétvégén is 8 és 14 óra között házi orvosi ügyelet van, ezen túlmenő időszakokban, tehát éjszaka, és hétvégén a délutántól az éjszakai órákig pedig a mentőszolgálat biztosítja az egészségügyi ellátást. Ha megnézzük az adatokat, a számokat, mert ön nyilvánvalóan sok mindenről beszélt, hogy a rendszert kvázi ilyen akadémikus jelleggel messziről nézve absztrakt módon mit tart benne rossznak, de nézzük meg, hogy valóban hogyan működik. Hát a mentőszolgálatnak a számait, ha megnézzük, ugyanis ez a rendszer most már úgy működik, hogy minden egyes esemény naplóz, erről megvannak a statisztikai adatok, ezért ezeket pontosan meg tudjuk nézni. Azért is megtehetjük ezt, mert nem 30 féle telefonszámot kell most már hívni ezekben a megyékben, hanem van a 1830-as szám, így mindenki tudja, hogyha nagy baj van, akkor a 112-t hívja, ha a kis baj van, akkor a 1830-at hívja. Nem kell böngészni a számokat, nem megy ezzel idő, hogy valaki fölmegy a netre, akkor én most melyik településen vagyok, vagy melyik településnek melyik részén vagyok, ott melyik szolgáltató szerződött le az önkormányzat, annak mi a telefonszáma, a honlapon levő 3 telefonszámból melyik telefonszámot veszik fel, melyiket nem veszik fel. Egy darab névjegyű telefonszám van, a 1830, és ezt lehet hívni. Azt mondhatjuk, hogy semmifajta panaszt ön sem tudott idézni, hogy a 1830-as számon valaki ne kapna segítséget, mert ne vennék föl neki a telefont. Tehát az első korábbi problémát, hogy nem érik el az ügyeletet, ezt szerencsére az elmúlt hónapokban sikerült kiiktatni, hiszen az egész baloldal folyamatos ösztüze alatt van az új ügyeleti rendszer, de egyetlen ügyet sem, egyetlen egy helyzetet sem tudtak mondani, amikor a 1830-as szám ne válaszolt volna. Ugyanolyan komoly feltételeknek megfelelő telefonközpont ez, mint a 112-es általános segélyhívószám. Összességében április közepéig az új ügyeleti rendszerben 22.363 betegnek nyújtottak segítséget. 43 telephelyen volt házi orvosi ügyelet, ezekkel ugye hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén 8-14 óra között 13.490 betegnek nyújtottak segítséget. Hétköznapi éjszaki ügyeletben, tehát este 10-től hajnali vagy reggeli 8-ig, sürgősségi ügyeletben 1561 beteget láttak el, hétvégén pedig 14 órától, tehát délutántól az éjszakáig, hajnalig 8-ig sürgősségi ügyeletek 7.312 beteget láttak el, képes az adatok szerint. Ugye a mentőknek is van egy 7 fokozatú besorolása,
és a 7 fokozatú besorolás egyértelműen a legtöbb bejelentés az 0, 1, 2 és 3-as szintű kórképek esetén történt. Az előbb említett 22 ezer ellátott esetből 32 volt 4-es, 5-ös és 6-os fokozatú, tehát olyanok, akik valóban gyorsabb segítségre, gyorsabb ellátásra szorultak. Ön sem tudott olyat mondani, és más sem mondott olyat, akihez nem ment volna ki az ügyelet, mert ha visszaszorozza ezeket a számokat, ez azt jelenti, hogy az ügyeletben egy orvosnak óránként egy beteget kell ellátni. Nem igaz az a vád, hogy ez egy alultervezett, vagy a betegeket nem segítő rendszer lenne, hiszen az orvosonként és óránként egy beteget kell ellátni, ott sem torlódás, sem halasztott beavatkozás nem lehet. Vannak a sürgősségi ügyeletnek külön autói, a média nyilvánosságot is bemutattuk, külön sofőr van, elektronikus útvezérlés, hátul egy külön szekrény, amivel kiviszik az orvost oda, ahova kell, és ott el tudja látni a beteget. Konkrét panasz nem érkezett, tisztelt képviselő, ő sem tudott egyetlen egy konkrét esetet sem mondani. Köszönöm szépen. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.